Na hát, szervusztok ti kis gusztitánok, mi helyzet, hogy vagytok és mit csináltok? PewDiePie-nál láttam ezt a videót, nem titok, de nagyon tetszett, ugyanis nem szól másra az egész kis teszt, mint hogy megmondja, hogy milyen ember vagy, amikor te ezt kitöltöd. Azt írja, hogy az átlag embernek 8 percébe telik kitölteni ezt a dolgot, akár tovább küldhetitek ismerőseiteknek, más youtubosoknak akár. Érdekes lenne látni, hogy más youtubosoknak is ugyan, tehát hasonló eredmény jön neki. Nem néztem még végig a PewDiePie-t, még csak ezután fogom végignézni, mert hogyha hasonló eredmény jön ki az összes youtubosok, akkor lehet, hogy csak adott típusú emberek gyártalak videót, vagy akármi, és ezt érdekes lenne látni, szóval nyugodtan küldjétek szét vagy a videót, vagy ezt a linket, ki lesz egyébként a leírásban, úgyhogy ti is ki tudjátok próbálni, na nézzük! Azt mondja, a Starcher Free 16 blablabla, azt mondja, a Gender Málék vagyunk, 29-es Málé, azt mondja, a Country még azt is kérdezi, melyik országban vagyunk, lehet, hogy köze van a személyiségünkhöz, ugyanis, hogyha németet állítasz be, akkor biztos sokszor kiabálod dühötten, hogy Schmetterling! Ami ugye pillangót jelent, de mivel német vagy, ezért agresszív, vagy csak viccelek. Let's do this personality testing thing. Oké, azt mondja először is, hogy szeretek otthon lenni. Ki nem? Én szeretek otthon lenni. Igyekszem teljesen őszintén és tényleg olyan válaszokat adni, amiket akkor is adnék, hogyha nem menne a kamera és a mikrofon. I like to make definitive plans when going out. Azt mondja, nagyon megtervezem azt, amikor kimegyek, tehát hogy konkrét tervet alkotok a... Néha, de nem mindig, tehát most azért nem rángatózok, hogy most ez lesz, vagy az lesz. Azt mondja, próbálom kerülni a publikus beszédet, amikor csak lehet. Hát, fele tudja, mikor, hogyha az emberből nagyon kijön valami, akkor kimondja publikumba is. Azt mondja, csoportba szeretek dolgozni. Micsoda? I work best in group or with others. Ja, tehát, hogy legjobban csoportba dolgozom, vagy pedig másokkal. Hát, nem, sajnos nem. Azt mondja, I like to fix things more than I like to try and fix people. Azt mondja, jobban szeretek tárgyakat, vagy dolgokat megjavítani, mint embereket, mint embereket javítani. Értem, mire akar. Tehát szinte már látni, a legtöbb ilyen tesz buta egyébként, mert amikor töltöd ki, már érzed, hogy mit fog kidobni. Nekem is kicsit itt most kilóg a vacska pöcse a zsákból, vagy hogy mondják, nincs ilyen, csak most találtam ki. Nem, mert nem vagyok jó tárgyak megjavításában, abban inkább gab. Alex, ez does have essay questions. Micsoda? Szeretem a teszteket, amiknek essay kérdése. Micsoda? És utána nézek, hogy érti. Jó, tehát arra klasszikus essayre gondol, amit iskolákba is írni kell. Nem, ilyen teszteket nem szeretek. Azt mondja, tehát a logikát használom inkább a gondolkodásomban mindenek előtt. És az érvelés. Hát persze. Azt mondja, improvizálok, amikor csak lehet. Ja, ez jó. Nézzük a második részét. Azt mondja, a moralitásnak az igazságon kellene nyugodnia. Nem mindig, legyen az, hogy szombat. Nem mindig. Azt mondja, I like to rely on memory, szeretek a memóriámra hagyatkozni. Hát... néha, de nem mindig, ugyanis a memória az ugye lehet téves, sőt az ember képes ugye komplett téves memóriákat létrehozni a kis fejébe, és azt hiszi, hogy megtörténtek, holott nem. Érdekes dolgok ezek, lehet, hogy erről csinálunk majd egy videót. Azt mondja, nagyjából elfogadom a dolgokat úgy, ahogy vannak. Néha igen, néha nem. Függ a hangulattól is igazából. Azt mondja, I like to procrastinate. Mi? Sűrű használjuk a Google-t ebben a videóban. Tehát dolgok abba hagyása általában érdektelenség vagy lustaság miatt. Hát néha igen, néha nem, de most tényleg, hát most ezt nem tudom egyértelműen elutasítani, meg egyetérteni se vele. Tehát ez... Azt mondja, javarészt kényelmetlenül érzem magam az érzéseim miatt. Nem. Olyan vagyok, amilyen, meg azt érzem, amit. Unatkozom, ha egyedül vagyok. Nem.
Jó az. Azt mondja, szeretek a jövőre fókuszálni. Ez igaz? Jobban szeretek beszélni, mint hallgatni. jó, bevallom, na, egyefene. Harmadik rész. Kíváncsi leszek, mi lesz ennek a végeredménye, gyerekek. Azt mondja, a fejemet jobban szeretem követni, mint a szívemet. Hát néha ezt kell, néha azt kell, szeretnél. Most erre azt fogja nekem kidobni, már látom elő, hogy hát te egy ilyen semmilyen ember vagy, mindenre szambatot nyomtál. Hát kapd be a szambatomat, kedves teszt oldal, légy szíves. Azt mondja, I like devoting my all to work. Mindenemet a munkának ez jó, ez... jó, legyen igen, de ez sem mindig, olyan hülye egy dolog ez. Azt mondja, a kemény datákat szeretem a teóriákkal ellenben. Nem, vannak tök jó teóriák. De hát ez helyzet is, tehát attól függ miben. Ezért tartom hülyeségnek az ilyen teszteket. Nyomjuk azt, hogy szambat. Nyomjuk azt, hogy szambat. Tényleg ez fogja kidobni, hogy te egy szambat vagy. I like to think I'm thick-skinned. Szeretem azt gondolni magamról, hogy kemény bőrű vagy. Ja, hogy kemény meg. Ki nem szereti magáról ezt gondolni, csak nem így van. Az életem eléggé kaotikus. Nem. Abszolút nem kaotikus. I prefer looking at the overall big picture. Szeretem az egész nagy képet látni. Aha, értem, tehát hogy nem elég, ha csak egy valaki mond neked valamit, hogy ő mit látott, meg hallott. Szereted kicsit jobban körüljárni a dolgot, utána kutakodni, gondolom ezt akarja ez jelenteni, és így egy nagyobb képet kapni. Abszolút, szerintem csak így érdemes. I want people's love. Szeretném a people-ök love-ját. Sumvat. I find it difficult, hogy nehéznek találom azt, hogy kiabáljak másokkal. Nem. Kiabálni másokkal a legkönnyebb. Jó, hát már akinek ezek szerint, nem mindenkinek. Itt most disagree-t nyomunk. Jön a negyedik rész. Szeretek kitűnni a sorból. Miben? Ruházatban, érzésekben, gondolkodásban, beszédben, cselekedetekben? Miben? Kedves tesztoldal? Nekem egy kicsit... Kicsit gyengék így a kérdések. Legyen szambat, mert erre nem tudok így választ adni. Nem elég jó a kérdés. I like to plan things at the last minute. Szeretem az utolsó pillanatban megtervezni. Ne, tervezni? Hogyan tervez az utolsó pillanatban? Az ugye szar. Ha még a döntésről kérdezett volna, akkor azt mondom, hogy nem, ezt nem. Úgy érzem, hogy energetikusabb vagyok, mint ilyen hátradőlős a laidback. Néha ilyen, néha olyan, de most nem. Most komolyan azt fogja mondani, hogy ilyen sumbat ember vagyok, de hát ez függhet sok mindentől. Tehát like to tell people what an event meant to me. Micsoda? Szeretem elmondani az embereknek, hogy egy adott esemény mit jelentett nekem személyesen, mint hogyha csak úgy simán leírnám. Hát általában szeretjük elmondani, hogy nekünk személy szerint mit jelentett egy adott dolog. Én is így vagyok, tehát erre agrit nyomok. I like to keep my room clean. Így van, szeretem, hogyha rend van. De nem mindig van rend, de szeretem, hogyha rend van. De hát ő azt írja, hogy rendet, tehát úgy kérdezi, hogy rendet is. Igen, mondjuk azt, hogy igen. Nagyon hamar elfáradok partiba. Így van, és nem is kötnek le egyébként. Tehát erre azt mondom, hogy agri. Azt mondja, teljes szívemből mindig elhiszem azt, amit az emberek mondanak nekem. Nem. I like to know the why of things. Tehát szeretem a dolgok miértjét megtudni, illetve kutatni. Abszolút. Ugye, ha tudós ember lennék még inkább, de mivel nem vagyok, még így is. Nyelvtanár se vagyok, ezt jól megmondtam. Oké, még folytatja is, srácok, folytatja keményen. Azt mondja, szeretem az opcióimat nyitva tartani. Érted, hogy mindig legyenek vészmegoldások, stb. Úgy érti? Persze. Azt mondja, I like to go out rather than stay home. Ja, ez az előző kérdések, a korábban szerepelt kérdések a fordítottja. Nem szeretek jobban kimenni, mint itthon maradni. Ugye remélem, hogy ezre most jól válaszoltam. Azt mondja, szeretek mások előtt perform, tehát hogy vagy énekelni, vagy zenélni, vagy beszélni, tehát bármi cselekvés. Na, itt a youtuberek kérdése, itt a youtuberek, színészek, zenészek, közterületen fitymarengetők kérdése. Igen.
hisz akkor, ha erre most azt mondanám, hogy nem, akkor azt mondanám, hogy a YouTube-ozást se szeretem. Az meg egy rohadt nagy hazugság, mikor valaki azt mondja, hogy magának csinálja, akkor ne tedd fel a YouTube-ra, basz! Na tehát, agri gyerekek, agri. Akkor dolgozok a legjobban, hegyedül vagyok, abszolút, és nem is szeretem, ha más belenyúl a munkámba, kivéve, ha tényleg valamit hozzá tud tenni, azt mondja, jobban szeretek embereket megjövni. Ja, ez is az előzőnek a fordítottja, igen, hát a dolgoknál jobban. Azt mondja, szeretek olyan teszteket, teszekben részt venni, ahol sok a lehetőség, persze. Sőt, ezt jegyezzétek is meg, kedves oldalkészítői, mert kevés a válaszadási lehetőség. Szerintem a logikát néha túl gondolják. Picit. Néha előfordulhat, megint sumvatolunk. Azt mondja, I like to prepare for things rather than just doing things on the fly. Szeretek felkészülni inkább a dolgokra, mint ott hirtelen végrehajtani őket, tehát hogy előre tervezés. Nem mindig. Húha, nagyon hülye személyiségelemzést fogok én kapni a végén. Szerintem a hatodik része jön a tesznek. Nem tudjuk, meddig tart, pedig relatíve gyorsan adom a válaszokat. A compassion az együttérzés? Azért megnézem. Igen, azt mondja, az együttérzésen kéne. Hát, picit, de nem mindig. Nem tudok erre is más választ adni. Azt mondja, listákat szeretek csinálni, hogy segítsem a memóriámat. Persze, az nem is árt egyébként. Általában elégedetlen vagyok a dolgokkal úgy, ahogy vannak. Nem, én elégedett vagyok be. Azt mondja, szeretem a munkámat olyan hamar befejezni, amilyen hamar csak lehet. És sajnos igen, tehát ezre agrizunk. Kell idő ahhoz, hogy néha egyedül legyek. Abszolút. Azt mondja, arra fókuszálok, hogy itt éljek a jelenben. Igen, de közben az ember sokat gondolkodik a jövőjén és a múltján is, legalábbis én, úgyhogy erre sumvatolunk megint. Jobban szeretek hallgatni, mint beszélni. Ez az előzőnek a fordítottja, trükkös. Nem. Azt mondja. A szívemet követem a fejem helyett. Hát erre az előzőre is sumvatoltunk, mert néha ezt, néha azt. 50-50. Tehát ez ilyen. Mennyi van még egyébként? 49-es kérdés. Szeretek keményen játszani, mint inkább, hogy keményen dolgozni. Néha igen, néha nem. Most komolyan, hát ez... Teóriát szeretem, a kemény adatok már... Ez, erre csak ugyanazt tudom mondani, hát... Ha arra szambatot adtál meg, akkor erre is az kell, hogy különben üti a válaszod. Az egyik válaszod a másikat. Azt mondja, könnyen megbántanak mások, szóval... Na igen, ez megint egy ilyen YouTuber dolog. Tehát sokszor hallottam azt, hogy... Hú, Guszi, hogy gratehez a YouTube-hoz én ezt nem tudnám csinálni, mert meglátnék egy dislike-ot, vagy egy negatív kommentet, és megörülnék. Tény. Ezt én úgy gondolom, hogy ez olyan, mint a gitározás, éneklés, súlyzózás, bármi más. Minél többet csinálod, annál jobban megy, remélhetőleg. A YouTube-ozás is ilyen, tehát úgy vettem észre azért minél több, hát most 2015 júniusban indultunk. Most kezdtük meg a harmadik évünket, tehát 2018 nyarán leszünk 3 évesek a csatornával. Ez úgy érzem, hogy tehát egyre inkább nem érdekel, tehát ez egy edzés. Tehát minél többször szólnak, annál inkább nem érdekel, és ezzel ők nem érik el a céljukat, te meg igen. Tehát erre most így, hogy már csinálom ezt a YouTube dolgot, azt kell, hogy mondjam, hogy szambat! Mert azért nyilván bánthatják az embereket dolgok, nem elég részletes a kérdés, tehát erre csak szambatot tudok most így adni. Az életem eléggé rendezett és összeszedett, hát azért az nem. Azt mondja, mindig szeretek annyi részletet megtudni, amennyit csak lehet. Ja, bármiről, munkáról, emberről, tárgyról. Abszolút, így van. Azt mondja, jobban szeretném az emberek tiszteletét, mint a szeretetüket. Ez vagyok nem rossz. Tehát nem kell, hogy szeressük egymást, gyerekek, de azért tiszteljük. Tehát ne szólogassunk be ok nélkül, ne bántsunk mást fizikailag, stb. Abszolút, szerintem a tisztelet sokszor fontosabb lett. Tehát mindenki úgyse fog szeretni, de tisztelni tisztelhet. De vannak olyan előadók, YouTube-osok, akárkik, akiket nem szeretek, de tisztelem, amit elértek, és amennyi munkát belefektettek az adott dologba.
Tehát én erre azt mondom, hogy igen. Azt mondja... Nem bánom, hogy kiabálnom kell, amikor éppen rám jön. Hát én nem is bánom. Kajabálok, éha kő, ha nem. Azt mondja, I prefer to fit in than stand out. Inkább beszeretnék állni a sorba, mint kilógni. Hát ez nem. Na, 8. része jön a tesznek. Kíváncsi vagyok, mennyi van még. Azt mondja, szeretek előre tervezni. Abszolút. Azt mondja, inkább ilyen hátradődős vagyok, mint energetikus. Néha igen, néha nem. Ugye az előzőnél is így volt. Csak akkor fordítva kérdezte. Mikor beszélek egy eseményről, akkor inkább a tényekre hagyatkozom sem, mint hogy arra azt írnám le, hogy nekem mit jelentettek. Hát ugye itt is a szambatot kell nyomnunk, az előbb azt mondtuk, különben üti egymást. Azt mondja, csak lerakom a dolgokat össze-vissza, nem kell, hogy egy adott helyre kerüljenek. Hú, ezzel nem értek egyet, szeretem, a helyükön vannak, könnyebb megtalálni, stb. Az ilyen partik és szociális gyülekezések engem feltüzelnek. Volt már olyan, de inkább nem, de hát ez megint olyan kérdés, hogy hangulatfüggő. Azt mondja, nekem hangulatfüggő legalábbis. Azt mondja, a legtöbb dolog iránt szkeptikus vagyok, így van, és utána is olvasok, hogy biztos, hogy úgy van-e, ahogy azt olvastam. Szeretem tudni a ki, miért, mikor jait a dolgoknak. Persze, persze, jobb tisztán látni mindent. Azt mondja, 9. része jön a tesznek. Biztos, hogy 8 perc. Hopp! Ez már az eredmény. Ez már az eredményt. Eredményt mutatja, azt mondja. Extrovert, de az, hogyan olvasod ezt le? Ja, igen. Tehát ennyire vagyok introvertált, hogyha ez még inkább eljön erre balra, akkor... akkor lennék extrovertált, tehát inkább introvertált. Azt mondja, intuitív vagy sensing, tehát hogy érzékelésre hagyatkozok, hát ez is elég alacsony. Azt mondja, gondolkodás és érzés. A gondolkodás 60-on van. Aha. Tehát inkább gondolkodok, mint érzek, aha. Azt mondja, perceiving, tehát mikor valamit szemlélsz, és az ítél, tehát hogy mennyire ítélek el dolgokat. 37. Hú, ez nem egészen értem ezeket az ábrákat, lehet, hogy valaki majd részletesebben elmagyarázza a komment szekcióba. Azt mondja, na nézzük, mit ír rólam. A kötelesség teljesítő. Én? Várjál, azt mondja, komoly és csöndes. Érdekli a biztonság és a nyugodt élet. Ja. Azt mondja, felelősségteljes, és tehát lehet rá hagyatkozni. Jól fejlett képességei van a koncentrálásra. Általában érdekli a tradíciók, meg az ilyesmiknek, a hagyományoknak a támogatása és megőrzése. Jól rendezett, keményen dolgozó, konokul és egyenesen halad a kitűzött céljai felé, lehet ezt így fordítani? Bármit meg tudnak tenni, hogyha igazán elhatározzák magukat, hogy megteszik. Hát, gyerekek, megmondom őszintén, magamban nem csalódtam. A tesztbe viszont kicsit igen, és tényleg a tesztbe, ugyanis ez kicsit ilyen horoszkóp. Tehát ezt is, ezt amit itt leírtak el, ezt gyakorlatilag bárkire mondhatnád. Tehát, ha valaki akar nagyon valamit, akkor eléri, akkor felelősségteljes, vagy megbízhat. Tudod, ilyen, mint hogyha nem akarna megsérteni ez az oldal. Nem tudom, srácok, tudjátok, mi lenne jó, ha megcsinálnátok ti is, persze angol tudás levárt, és akkor írjátok meg itt kommentbe, hogy nektek mit dobott ki. Akár el lehet küldeni e-mailbe is, vagy kiposztolhatom Facebookra, vagy valami. Lent a leírásban megtaláljátok ezt a dolgot, jó? Esetleg olyan YouTube-osoknak, akikről tudjátok, hogy tudnak angolul, küldjétek el nekik, és nézzük meg, hogy nekik mit dob ki. Nagyon kíváncsi lennék, hogy miket ír ki. Most én ezt nem fogom meg végigcsinálni úgy, hogy össze-vissza kattingatok direkt másra, hogy megnézem, hogy mit ír. Tehát ez jobb, ha élesbe megy, igaziból megy, küldözgessétek szét, stb.
angolul tudok persze előnyben, kíváncsi lennék, megtaláljátok a leírásba. Köszönöm, hogy végignéztétek, és kicsit megtudtátok, hogy milyen vagyok igazából, nem, mert ez a teszt. Kifogtam a teszten. Alkalmatlan a teszt, hogy igazán megmondja, hogy milyen vagyok. De ha valaki egyszer talál egy olyan király tesztet, ami tényleg megmondja, hogy milyen vagyok, akkor azt várom. Na legyetek jók! Ciao. Metaling!